Sziasztok! Én Kaci vagyok, ez pedig itt újra a Hype, a Foodora és a GS közös, hetente jelentkező hírműsora. Tudjátok, gaming, Hollywood, geek cuccok, IT, bejelentések, pletykák, szivárgások, kuponkódok, mert hogy tudjátok, a Foodora Pro-val kedvezményes, vagy akár ingyenes kiszállítással rendelhettek a kedvenc éttermeitekből. Az előfizetési díj mindössze 1390 forint, így már havi két rendeléssel visszahozhatja az árát, az exkluzív ajánlatok és kedvezmények köre pedig csak bővülni fog a jövőben. Ráadásul most a Pro 100 kuponkóddal az első hónapot ingyen húzhatjátok be. Az akció pontos részleteit megtaláljátok a leírásban. Kirúgta a Marvel Jonathan Majors, miután a bíróság bűnösnek találta a volt barátnője bántalmazása ügyében. Nagy a baj, Marvel's Wolverine videókat és az Insomniac terveit is kiszivárogtatták a stúdiót zsaroló hackerek. Összeolvadhat a Warner Bros. És a Paramount? Állítólag a vállalatok vezetői tárgyalásokat folytatnak arról, hogy egyesítik erőiket. Ennyi volt, nincs tovább. December 18-án a Manhattani Bíróság 6-tagú esküdtszéke bűnösnek vonta ki Jonathan Majors amerikai színészt, akit volt barátnője Grace Jabari bántalmazásával gyanúsítottak. Az ügyészség szerint Majors még március 25-én egy kocsiban ülve fejjel ütötte Jabarit, hátracsavarta a nő karját, és közben eltörte az egyik ujját, csak hogy visszaszerezze tőle a telefonját. Ítéletet csak jövőre, február 6-án hoznak majd az ügyében, a színész akár egy évre is rács mögé kerülhet. Ezt azonban a The Hollywood Reporter beszámolója alapján már nem várta meg a Disney alá tartozó Marvel, amint ugyanis kiderült, hogy a bíróság elmarasztalja Majorst, megváltak tőle. Mindez azt jelenti, hogy most Kevin Feige csapatának kerítenie kell valakit belátható időn belül Kang szerepére, aki majd jól megsanyargatja a hősöket a 2026. május 1-én érkező Avengers The Kang Dynasty során. De azt sem zárhatjuk ki, hogy a vészmegoldás egészen máshogy fest, és a Marvel a továbbiakban egyáltalán nem számol majd Kang karakterével, hanem neki lát felépíteni egy másik főgonoszt, aki a helyébe léphet a tervezett 5. és 6. bosszúállók filmben. Nagyon szívesen lennénk most legyek a falon a Marvel irodáiban, ahol bizonyára legalább akkora fejetlenség, mint a lassan egy évtizede vergődő Skull & Bones fejlesztő csapatánál. A múlt hétvégén indult a játék második zárt bétája, amit hatalmas marketing kampánnyal is megtámogattak, számos szponzorált stream is futott a Twitchen, droppokon keresztül lehetett hozzáférést szerezni a bétához, ami a jelek szerint, érdektelenségbe fulladt. Bár a Ubisoft 6 órára korlátozta a béta játékidőt, a többségnek ez nem okoz problémát. A Reddit posztok szerint sokan az első órát sem bírják végigülni, mondván túl unalmas az egész élmény. Veterán tesztelők elmondása szerint a problémák, amiket most felhoznak az újoncok, már nagyon régóta ismert bajok. A 2 évvel ezelőtti teszt során is többen jelezték a Ubisoftnak, hogy a kezdő élmény siralmas, de látszólag hozzá sem nyúltak ehhez a részhez, ez pedig erős magabiztosságnak tekinthető abban a helyzetben, amiben a kiadó kormányozta ezt a projektet az évek során. Vagy már ennyire biztosak a bukásban és teljesen elengedték a gyeplőt? A Microsoft és a Sony anno 7 év után dobták piacra az Xbox One-t és a PS4-et váltó jelenlegi konzolokat, az Xbox Series S és X-et, valamint a PlayStation 5-öt, ami alapvetően arra enged következtetni, hogy 2027-28 környékéig nem történik majd újabb generációváltás, eltekintve a félidős frissítésnek szánt és a szivárgások alapján jövőre befutó PlayStation 5 Pro-tól. Most viszont felröppent egy pletyka, amely szerint a Microsoft ezúttal nem a Sony-val szinkronban fog megmozdulni, hanem jelentősen beelőzi a japánokat a generációváltással, így próbálva némi előnyre szert tenni. A napokban ugyanis a Red Gaming Tech YouTube csatorna és az ismert videojátékos leakernek számító Jeff Grubb is arra vonatkozó értesüléseket szerzett, hogy a Microsoft már 2026-ban piacra dobhatja a következő Xboxot. Ez ugyan egy ilyen PS5 Pro-szerű erősebb, de még ehhez a generációhoz tartozó hardware is lehet, de ehhez kissé késeinek tűnik az időzítés, így akár generációváltást is jelenthet. Az Activision Blizzard megvásárlása kapcsán nyilvánosságra került céges dokumentumok korábban arról árulkodtak, hogy a Redmondiak 2028 ősze előtt nem számolnak az új Xbox-szal, ám ez még nem zárja ki a tervek módosítását. Ráadásul nem is ez lenne az első alkalom, hogy a Microsoft beelőzi a Sonyt, hiszen anno a vállalat történetének legsikeresebb konzolja, az Xbox 360 is egy évvel a rivális PlayStation 3 előtt került a boltokba. A napokban a Rise the néven ismert hacker csoport behatolt az Insomniac Games hálózatába.
ahol nem csak hozzáfértek az alkalmazottak személyes adataihoz, de értékes információkat is szereztek a fejlesztés alatt lévő projektekről, köztük a Marvel's Wolverine-ről is, amelyből még félkész anyagokat is eltulajdonítottak. A Sony a helyzet kivizsgálását ígérte, miközben a kiberbűnözők váltságdíjat követeltek, de a jelek szerint nem jött létre a megállapodás a felek között, mert az elkövetők elkezdtek komolyan szivárogtatni az 1,7 terabájtnyi zsákmányból. A gsplus.hu-n egy spoileres anyagban foglalkozunk a sztorival, ha tudni akarjátok a részleteket, akkor a leírásban megtaláljátok a linket. A játékmenet mellett többek közt a szinkron színészekről is lerántották a leplet. Végezetül az is kiderült, hogy a 2025-ös és 30-as pénzügyi évek közötti időszakban milyen játékokkal készül az Insomniac. Meglepetésre a Marvel's Venom jön hamarabb, és csak utána a 2026-os pénzügyi évben következik a Marvel's Wolverine. 2028-ban, még mindig pénzügyi évről beszélünk, a Marvel's Spider-Man 3 várható, rá egy évre az új Ratchet & Clank, majd pedig 2030-ban egy X-Men játék, az utána következő évben pedig egy új IP. A jelek szerint a támadás következtében a PlayStation Studios égisze alá tartozó csapat üzleti titkai is nyilvánosságra jutottak, amelyekből az olvasható ki, hogy eddig vaskos bukás a PlayStation 5 egyik korai exkluzív játéka, az időközben PC-re is kiadott Ratchet & Clank Rift Apart. Különösen fájó pont ez, tekintve, hogy milyen remek játékról beszélünk. Az Insomniac kiszivárgott költségvetési táblázata viszont azt mutatja, hogy hiába van már a PC-s verzió is, a 83 millió dolláros költségvetésből készült Rift Apart eddig 8 millió dolláros mínuszban van, és még legalább 2 millió példányt kellene eladni belőle, hogy legalább null szaladót hozzon ki. Ha már pénzügyi eredményekről beszélünk, biztosan sikeres lesz a Call of Duty Modern Warfare 3, még úgy is, hogy a Hogwarts Legacy összesítettben előtte végzett a 2023-as eladási toplistán, de tény, hogy hát nem ez a széria legjobb része, az elbaltázott kampány és a vitatott multis változtatások miatt sokan lettek szomorúak. Az újabb Modern Warfare történetszál a szezonokban fog folytatódni egyelőre, aztán később, 2026-ban, amikor újra az Infinity Ward lesz a soron, talán még visszatérhetnek hozzá, de pletykák szerint sem a 2024-es, sem a 25-ös Call of Duty nem Price-ék történetét viszi tovább. A jövőre megjelenő játék várhatóan az öbölháborúba invitál majd minket, 2 év múlva pedig a közeli jövőben vívhatunk majd csatákat a Black Ops 2 közvetlen folytatásában. Az Insider Gaming arról ír, hogy a forrásai szerint a Call of Duty sorozat 2025-ben megjelenő része 2030 környékén játszódik majd, 5 évvel a Black Ops 2 eseményei után. Visszatérhettek ismerős karakterek, akik új fenyegetéssel vehetik fel a harcot. A többjátékos módban részben a Black Ops 2 feljavított pályáin, részben új csatatereken lőhetjük egymást, átdolgozott mozgásrendszerrel, a piktenes Create a Class megoldással és körökre osztott zombis móddal találkozhatunk. A Black Ops 2 a Call of Duty sorozat egyik legsikeresebb játéka volt, a folytatásai, a harmadik és a negyedik rész viszont nem teljesítettek olyan jól, és előbbiben egy teljesen kaotikus, kooperatív élményre tervezett kampány szerepelt, utóbbiban meg semmi egy játékos tartalom nem volt. A World of Warcraft fejlesztői a Dragonflight megjelenését követően nyíltabban kommunikálnak. A Blizzard egy könnyen értelmezhető idővonalon foglalta össze, hogy mi vár ránk 2022 végén és 23 egészében, és egészen jól is tartották magukat az abban látottakhoz. A BlizzConon bemutatott The War Within csomag lesz a jövő év sztárja, de addig még vár ránk 4 frissítés és a War Within pre-patch. Ősszel indul egy új szezon, egy új dungeon felhozatallal, a Dragonflight raidek újrakeverésével és új jutalmakkal. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a 11.0 majd valamikor a nyár végén fog befutni, mint maga a kiegészítő ősz elején jelenik meg. Pontos dátumokat még nem kaptunk, de ez nagyjából összecseng azzal, amit a Blizzard ígérte a BlizzConon. A kiadó közzétette a 2024-es menettervet a klasszik játékosok számára is. Még a télen megnyílik majd a Ruby Sanctum Raid a Wrath of the Lich King utolsó fejezeteként, utána következik a Season of Discovery új fázisa, a Hardcore Self-Found módja, és sok minden más is. Nyárra várható a Cataclysm Classic, hogy az égető hőségben a világ pusztulásával nézhessünk szembe. Ahogyan a videójátékiparban is folyamatosan változnak az erőviszonyok, gondoljunk csak mondjuk az Activision Blizzard felvásárlására, úgy Hollywoodban is nagy a mozgolódás.
Régebben még Big Seven-ként, vagyis nagy hétként emlegették a nagy stúdiókat. Ez ugye a 20th Century Fox, a Columbia, az MGM, a Paramount, a Universal, a Warner Bros. És a Disney. Majd az MGM hanyatlásával Big Six lett, és miután a Disney bekebelezte a Foxot, Big Five maradt. Jelenleg úgy fest a helyzet, hogy a Universal, a Paramount, a Warner Bros. És a Disney, valamint a Sony a tagjai ennek, azonban lehetséges, hogy hamarosan már csak Big Four-ról beszélhetünk. A Warner Bros. Discovery tavaly született meg, miután a Discovery megvette a Warner Mediát az AT&T-től, akkor kukázták többek közt a Bad Girl-t is, míg a Paramount Global 2019-ben alakult meg a CBS és a Viacom összebútorozásából. Most a pletykák alapján ez a két gigász olvadhat össze. A Variety jelentése szerint ugyanis a Warner Bros. Discovery feje David Zaslav és a Paramount Pictures-t is magába foglaló Paramount Global elnöke Bob Beck is a napokban New Yorkban találkoztak egy lehetséges fúzióról tárgyalni. Zaslav emellett megbeszélést tartott Shareer Redstone-nal is, mivel az övé a National Amusements Inc., aminek többségi részesedése van a Paramountban. Az biztos, hogy mindkét vállalat nyerne az egyesüléssel, ugyanis a streaming szolgáltatásaik összeboronálásával jobban fel tudnak venni a versenyt a riválisokkal, mint amilyen mondjuk a Netflix, az Amazon Prime Video és a Hulu-val is erősítő Disney+. Ha megvalósulna az üzlet, az azt jelenteni, hogy a Max, ami hazánkban még HBO Max, összeolvadna a Paramount Plus-szal, ami Magyarországon a Sky Showtime részét képezi. Ez volt erre a hétre a Hype, legközelebb jövő szombaton jelentkezünk az év utolsó Hype-jában a legizgalmasabb hírekkel. Ha tetszik, amit láttok, akkor ne felejtsetek el dobni erre a videóra egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt, hogy kapjatok értesítést, ha felkerül egy új videó. Hamarosan újra találkozunk, addig is játszatok sokat, egyetek egy csomó beiglit, és élvezzétek a karácsonyt, kellemes ünnepeket, sziasztok!